Új lemez, az új kiadvány, az egy úgynevezett középlemez, ami a kis lemeznél többet, a nagy lemeznél kevesebbet tartalmaz. 4 új dal van rajta, és 5 átértelmezés, remix, tehát összesen csak nem 40 perces a kiadvány. A középlemeznek az a címe, hogy Igazán. Pedig senki se veheti el, ami csak a miénk, talán még újra kezdhetnék. 4 új dal közül egyet már megismerhetett a nagy érdemű közönség május végén, amikor bejelentettük, hogy egykori vonazás szerzőtársammal, Haber Zsoltal újra együtt fogunk dolgozni egy kiadványon. Ez volt az Újrakezdhetnénk című dal, amelyet akkor bemutattunk egy szöveges klippel. A tükör összeroppan, így még homályosabban lát, ki látni vél. Most a címadó dalra forgattunk 2 napon át egy vaskohóban szerintem látványos videoklippet, és további 2 új dal található rajta, Amikor szerettél, illetve Kapuzárás címmel, finom utalással az életkorunkra. De 100 meg 100 alapban érzékelhető az eltűnő időben is ott van ő. Ritkán veszi az ember a fáradtságot, hogy mondjuk 2 napos forgatással ilyen viszonylag nehéz körülmények között hozzon létre valamit, ahogy ez a vaskohóbeli forgatás zajlott. Tehát itt nagyjából így sacra, szubjektív érzetre mondom, hogy 60%-os telítettségű grafitport lélegeztünk be 2 napon át, de hát szenvedtünk a művészetünkért, és az én érzésem, hogy nem teljesen érdemtelen vagy sikertelen. Egyszer mindenki felébred egy tiszta hajnalon. Épeszűenben nem forgat videoklippet a mai viszonyok között. Régen, a régi időben volt arra a mód, hogy az ember bemutassa mondjuk egy zenecsatornán, vagy valamilyen, volt művészi jelentősége, és volt promóciós jelentősége, hogy emiatt emberek zenét hallgattak legalább addig a 3-4 percig, amíg a videoklip tartott. Ma már ugye a zenehallgatási szokások radikális megváltozásával a videoklip szerepe is jelentősen lecsökkent. Ma egy videoklip az más módon szinte meg sem jelenik, mint hogy kitesszük a YouTube-ra, ahol mindenki megtekintheti, és akinek pocskondiázó hajlama van, az ingyenesen pocskondiázhatja. Én nem kérek mást, csak elég időt, igazán érteni szeretni őt. Ezt az anyagot régebbi dalokkal, újra hangszerelt repertoárdarabokkal decemberben fogjuk bemutatni egy dupla aréna koncerten, a legnagyobb magyarországi vedett koncertteremben, a Papp László Budapest Sportarénában, december 12-én és 13-án, mert a közönség kegyelméből 2 előadásra nyílik lehetőségünk, eredetileg csak 1 előadást terveztünk, a december 13-ait, de aztán egy álmos nyár alatt elcsorogtak a jegyeket, nagyjából aztán 100 darab kivételve az összes belépőnk elkelt december 13-ára. És így hát hosszas győzködés után úgy döntöttem, hogy még egy dátumot hirdetünk, és az előadásunk utáni nap, a 14-e az foglalt volt, hogy az előadásunk eredetileg meghirdetett előadásunk előtti estén, december 12-én van az extra dátumunk.